Két arany, 6 ezüst, 6 bronz, 14 eddigi paralimpiából a negyedik legfényesebb magyar szereplés Londonban. 33 tagú csapatunk két aranyát Sors és Pálos szerezte. Az éremtáblázaton Kína az első, az oroszok és a britek előtt, mi 38. helyen. Kiküldött tudósítónk Norsics Niki összegzése most a búcsú környékén. Ha minden igaz, itt van velünk a vonalban. Niki, szia, jó reggelt kívánok! Hallasz? Igen, igen, sziasztok, jó reggelt kívánok! Na most sajnos így utoljár. Na igen, azt akarom kérdezni, hogy ugye kezd kiürülni a város, köszönnek el a sportolók, gondolom én, bye-bye London hangulat van? Szóval neked is szomorkás a hangulatod így máma reggel? Nekem is egy kicsit igen, mert ez egy fantasztikus élmény volt, amit ezek a sportolók az elmúlt 11 versenynapon műveltek, az azt gondolom, hogy megmozgatta az egész világot, úgyhogy egy kicsit szomorú vagyok, igen, hogy vége van, mert csodálatos volt. Ez a búcsúzkodás, csomagolás állapot, ez most már teljesen egyértelmű, gondolom napok óta elkezdődött, nem? Abszolút, igen, igen, szombat este kapták a hírt a sportolók, hogy gyorsan be kell pakolni mindent, nyilván egy kézipodgyász maradhatott, és hétfő reggel már fel is rakották a cuccokat, és aztán el is vittek mindent. Úgyhogy ők már csak egy kézipodgyászsal közlekednek itt Londonban, úgy mentek a záróünnepségre is. Na milyen volt ez a záróünnepség? Hát a záróünnepség az természetesen megint monumentális volt, tehát London kitett magáért itt is. Azt gondolom, hogy az egyik legemlékezetesebb pillanat az az volt, amikor egy autista, illetve egy vak művésznő elénekelte a brit himnuszt, ez felemelő volt. Azt hiszem, hogy még ha nem is a mi himnuszunk volt, de akkor is azért az ember hátán végigfutott a hideg. Megérkezett a paralimpiai bizottság elnöke, Sir Philip Craven, ugye egy veterán háborús menekült vezetésével érkezett, meg egy nagyon különleges járművön. Ugye a britek a háborús elesetteket, illetve menekülteket nagyon nagy becsben tartják. Aztán még nagyon emlékezetes pillanat volt a vége, illetve nem egy pillanat, hanem nyilván hosszú percekig tartott, ami kialudt a láng szépen, fokozatosan, és megjelent az elmúlt 11 nap, megjelentek az elmúlt 11 nap legszebb pillanatai. Én azt gondolom, hogy ezt nem is lehet szavakba önteni, azt az érzést, ami akkor ott körbelente az olimpiai stadiont. Niki, mennyire volt és elégedett a magyar delegáció, amint azt említettem, egészen parádés a szereplés, mintha lemásolták volna a nyári olimpiai játékok magyar teljesítményét? Ez így van, elég, hogyha csak összevetjük ezt az eredményt a pekingivel. Pekingben egy aranyunk volt és 5 bronzérmünk, ezüstöt nem is sikerült szerezni. Most pedig ugye itt van ez a 14 érem, 6 bronz, 6 ezüst, 2 arany, csodálatos eredetileg. Egyébként egy ilyen 8-10 érmet jósoltak a szakemberek, és ezt bőven túlszárnyalták, ugye 14 szépen csillogó éremmel térnek haza. Úgyhogy mindenki nagyon-nagyon elégedett. Niki, akkor csomagoljál te is, hazavárunk, és szerda reggel akkor itt élőben filmel és személyes élménybeszámoló, és természetesen továbbra is paralimpiai értékelések. Szia, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, sziasztok!